Ahhoz képest, hogy téli születésű vagyok, nem mindig esik jól a tél, és most már kezd elegem lenni belőle. Annyira lassan telt, és hosszúnak tűnt. Valahogy mégse volt kedvem sok mindent csinálni, úgyhogy tipikusan ilyen begubúzós telem volt. De lassan itt a tavasz, és egyébként egy jó kis betegséggel zárom a telet, úgyhogy igen, ilyen a tél. Sziasztok, én Anna vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Ez a videó egy téli haul lesz. Először is egyébként téli turis ruhákat szerettem volna nektek mutatni, de egyébként nincs annyira sok, most szerencsére nem vittem túlzásba a vásárlást, és ezért még úgy gondoltam, hogy megmutatok néhány dolgot, úgyhogy nem csak turis ruhás haul lesz, hanem egy kis AliExpress, és mink. Természetesen smink. Először is bocsánat a hangomért, ahogy említettem, meg vagyok fázva, és sajnos az én megfázott hangom nem ilyen buján, szexi, dögös, reket hang, hanem mint egy mutáló kisfiú. Ez van, bocsánat. Először kezdjük a sminkekkel. És ha néztétek az őszi vlogjaimat, az egyikben mondtam, hogy megvettem, és nem hoztam ide, szóval, hogy megvettem a Carly Bible palettát a BH Cosmetics-től, és még nem volt alkalmam megmutatni, mert azóta nem vettem fel hol videót, és gondoltam, gyorsan belerakom ebbe a videóba. Abban a kis vlogban is mutattam nagyjából, hogy hogy néz ki a paletta, de most már tudok beszélni is róluk, hogy milyen. Írni fogok egy blogbejegyzést is róla, és akkor ott talán részletesebben fogjátok látni, hogy milyen is ez a paletta. De nagyjából elmondom róla a tapasztalataimat. Szerintem gyönyörű szép színek vannak, azért is választottam ezt a palettát, mert úgy gondoltam, hogy kellene nekem, vagy szükségem lenne egy olyan palettára, ami jobb minőségű, nem csak egy szimplán drogériás, és olyan színek vannak benne, ami hozzám közel áll. Tehát azért választottam ezt. 5 matt és 5 csillámos szín van benne, és ilyen barnás, arany és bordó színekkel van tele, és van benne 4 highlighter szín is. Egyébként most ezt a sminkemet, ezzel a komplett sminkemet ezzel készítettem el, a bronzosítomat is ezzel a színnel csináltam, elég brutál pigmentált, és ezzel highlightoltam, ez kicsit ilyen aranyos, vagy ilyen pezsgőszínű, de egyébként nagyon szép színek vannak benne, és az első benyomásom az volt, hogy nagyon pigmentáltak a színek, ugye szép színek, de hát azért is választottam ezt a palettát, és a másik, hogy azt hittem, hogy nagyon jó lesz az állaga, enyhén krémesnek tűnt, de kiderült, hogy ez nem, azért porzik rendesen a smink, és amikor legelőször használtam, úgy komolyabban, akkor először alapoztam, és utána csináltam meg a szemsminkemet, de megbántam, mert nagyon sok lehullott, és nem mondom, hogy újra kellett alapoznom, de azért finomítgatnom kellett a szemem alatti részt, úgyhogy most, hogy már sminkeltem vele, így már az alapozást azt utoljára hagytam. Ja, egyébként Notino-ról rendeltem, és egyébként tökre elégedett voltam a szállítással, úgyhogy ez ebből a szempontból is jó volt, úgyhogy ott nézzétek meg, onnan belinkelem majd a videó alá. Régóta szerettem volna egy komolyabb smink ecset készletet, és ehhez rendeltem a Real Techniques-től először a szemre való ecseteknek a készletét,
Ebben 5 darab ecset van, és plusz egy tartó. Elég nagy fejű ecsetekről van szó, vagyis az én szemhéjamra kicsit nagyok, de ettől függetlenül tudom használni, már használatban voltak, még kicsit látszik is. És hát ez egy ilyen, reméltek, közepes árnyékoló ecset. Aztán ez is, hát ez meg így a szintén árnyékoló ecset, csak kisebb, és így a nem tudom, hogy mibe kell, ott felül kell, vagy a felső részre való árnyékolásra használható. Ez is hát ilyen elsatírozó ecset, ez tusecset, ez pedig a szempillára való van rajta ilyen védő. Úgyhogy így ez az első, de gondolkodok egy arcra való készleten is. Azt gondolom, hogy készletben jobban megéri, de nem tudom, valahogy mindig sokat gondolkodok rajta, hogy most akkor melyik legyen, rendeljem-e meg, stb. Egyébként iHerb-ről rendeltem. Ezzel együtt rendeltem a Real Techniques-nek, a doboza is. Beteges módon mindig megtartom a dobozokat is, mert majd, nem tudom, fotókat csinálok róla, meg megmutatom nektek, meg stb. És a már kezd elegem lenni a sok dobozból, hogy így felgyűlik. Na mindegy. Rendeltem ezzel együtt egy sminkszivacsot is, mert a legelső sminkszivacsom egy sima IBS volt, ilyen Beauty Blender hamisítvány, és amivel, hogy nem volt még akkor tapasztalatom a sminkszivacsok terén, nem tudtam, de gyanítottam, hogy nem túl jó. És amikor kipróbáltam egy sima, azt hiszem DMS, nem, vagy rosszhonos, nem tudom, sminkszivacsot, akkor rájöttem, hogy az nagyon gagyi, az az IBS. De amikor kipróbáltam ezt, rájöttem, hogy az is gagyi, mert ez, na hát ez tényleg, ahogy vízen árakom, teljesen megszívja magát, nagyobb lesz jóval, most egy kicsit vizes még, és még elég nagy. Annyira jó vele dolgozni, nagyon puha, úgyhogy szuper, és tudja, hogy fogok még rendelni belőle. Egyébként szerintem nem is annyira vészesen drága, nem emlékszem már, hogy a szállítás hogy volt, hogy mennyibe került, de arra emlékszem, hogy nagyon meglepődtem, hogy milyen hamar megérkezett. Pont rendeltem, azt hiszem, Héliadéről, és az később érkezett meg, tehát Magyarországról később érkezett meg, mint külföldről ezek. Tehát nagyon meglepődtem, de tényleg kellemes csalódás volt, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok. Az esetekkel is nagyon szépen lehet dolgozni, nagyon puhák, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés, hogyha tényleg hát, hogyha profibb ecsetkészletre vágyunk, akkor szerintem ezek jók. Ez meg a másik, hogy cruelty free. Akkor maradok még a sminketnél. Ugye megtaláltam a tomozzát is, mert miért ne. Megvettem a NYX-nek a szemöldök pomádéját. Nagyon-nagyon régóta, hát már jó pár hónapja nézegetem, szerintem már tavaly, tavasszal kezdtem el nézelődni hát az ilyen szemöldő zselék után, meg iránt érdeklődni, de nem tudtam, hogy miért rendeljek, meg hogyan, meg milyen szín, meg stb., mert a Freedomnak néztem a szemöldő zselét, mert sok jót hallottam róla, de ugye azt csak netről tudnám megrendelni, és nem tudtam, hogy melyik szín lenne nekem a legjobb onnan, és láthatatlanban nem mertem rendelni. Ezért néztem szét máshol, hogy miért lehetne, és a NYX-re esett a választásom. Egyébként még a P2 vagy P2, nem tudom, hogyan mondják ezt a márkát, ami a Rossmannban van. Annak is van szemöldő zselé, amit dicsérnek, és ahhoz van ecset is. Azt is néztem, de azért nem választottam, mert két szín van, és egy ilyen világos barna és barna, és azt mondják, hogy nincsenek benne vöröses árnyalatok, amit sokan szeretnek. Az én célom az tehát a szemöldökömmel, hogy minél természetesebben mutasson, és
a hajammal hasonló árnyalatú legyen. Ezért döntöttem a NYX mellett, mert ott több árnyalat található meg, azt hiszem 5 ebből a Tame & Frame pomádéból, és segítséget is kértem a Douglasban. Igen, a Douglasba vettem, mert Debrecenben sajnos nincsen NYX, és hát ezt ajánlották a hajamhoz. Nem tudom, hogy ennek van-e vöröses árnyalata, szerintem van egy kicsi, de tökéletesen élik a hajamhoz, mert abban is van egy nagyon kicsi vöröses árnyalat. Úgyhogy jó. Tartósnak szerintem tartós, bár én fixálom, és mindjárt mutatom is, hogy mivel. Én szeretem, hát szokni kell a használatát, de szerintem nem nehéz vele dolgozni. Én eddig először ceruzát használtam a szemöldökömre, utána átértem a porra, és a Catrice-nek nagyon szeretem a szemöldök kitjét, és egyébként az a por még mindig van benne egy kicsi, pedig nagyon régen vettem, de hűtársam volt mindig, nagyon-nagyon szeretem. De tényleg áttértem ezekre, mert nagyon kíváncsi voltam. Tényleg kicsit jobban oda kell figyelni, hogy hogyan kenjük fel, de szerintem nagyon jó, hogy én szeretem. Annyi, hogy nincs hozzá ecset. Én még most egyelőre egy IBS ilyen ferdevégű ecsettel használom. Hát nem tudom, hogy fogok-e beszerezni erre egy drágább ecsetet, de minden esetre szeretem ezt a terméket. Ezzel együtt vettem egy fixálót. Van egy másik fixálóm, egy eszences zselés ceruza, de azt gondoltam, hogy ehhez kellenek a szál, hogy a szálakat is úgy szépen a helyén tartsa, és itt a spirálos átlátszó szemöldök zselét vettem meg hozzá, hiszen nem nagyon jól működik. Mivel kifogyott az egyik kedvenc szempillaspirálom, keresgettem egy másikat. Nem akartam ugyanazt megvenni, mert még kísérletezem. Egyébként a sí az egyik kedvencem, majd veszek fel nem sokára, szerintem még ma egy elfogytak videót, és abban mondhatom, hogy melyik a kedvenc, az egyik kedvenc szempillaspirálom. Szóval az a lényeg, hogy vettem egy trendy tapposat leértékelve. Trendy Tap Hyper Lash, még nem próbáltam ki, mert volt a szülinapom januárban, és tesomtól is, meg egy barátnőmtől is szempillaspirált kaptam, és most egy eszences használok el, amit barátnőmtől kaptam, és aztán majd tesomtól meg egy Catrice-es kaptam, és nem tudom, hogy melyiket fogom majd kipróbálni, vagy használni utána, de most fel vagyok gyűlve nagyon szempillaspirálból, így, hogy egyszerre ugye három is lett. Nem gondoltam, hogy szülinapomra szempillaspirált fogok kapni, és pont azt vettem előtte magamnak, mert hogy ugye kifogyott. De nem mindegy, így jártam. De egyébként meg elkezdtem, ja igen, kifogyott a sí, és elkezdtem használni egy alverdéset, és nagyon nagy csalódás volt, de lehet, hogy majd, sőt, most megmutatom. Szóval Alverde Doll Lashes, és ez valami borzalmas. És én ritkán mondok ilyet, de nekem nem is tetszik a keféje, ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen szétálló, vagy nem tudom. Szerintem nagyon erős az illata is, ahhoz képest, hogy egy naturkozmetikumról van szó, és vagy illata, hát olyan fura illata van. Az meg a másik, hogy iszonyatosan kenődő, tehát annyira gáz volt, mert ezzel tényleg felkenődött a szempillám, és jó szerencsére legtöbbször észrevettem magamnak, lefutottam abba, hogy szóltak, hogy felkenődött a szempillaspirálom, meg habcisztam és felkenődött, meg tényleg borzalmas, borzalmas kenődő, és meguntam, és vettem akkor ezt a trendy taposat, amit még nem próbáltam ki, de majd lehet, hogy beszélek róla, de ez valami borzalmas, tehát ezt én senkinek nem ajánlom. Aztán van itt egy
szemceruzam is, amit szeretnék megmutatni, és a télen jutottam hozzá. Azért mondom úgy, hogy jutottam hozzá, mert nem én vettem, hanem tesómmal leüzleteltem ezt. Ő vette, leakciózva. Ez egy P2 vagy P2, fogalmam nincs, hogy kell mondani, perfect look szemceruza. 0-10-es árnyalatban, milyen sima fekete, erős, szép fekete színe van, nagyon jól pigmentált, és jó vele dolgozni is, ilyen csavarhatós a kiszerelése, és nagyon-nagyon tetszik, és leüzleteltem vele, hogy ugye karácsonyra kaptam egy Avonos szemceruzát, és ahogy meglátta, hogy lux, akkor egyből kíváncsi lett, hogy az biztos jó, meg ilyenek, és kipróbálta, és tetszett neki, és cseréltünk. És gyorsan még smink. Már régóta nézegetem ezt a matt lip kitet a Lovely-tól, ez a K-Lips, ami a Kylie lip kitnek a, hát ilyen leutánzása. És egyébként most ez van rajtam, ez a Candy Shop árnyalat. Gondolkodtam még a másik nude színen, ami egyel világosabb, és fogalmam nincs, hogy mi a neve. De ott volt barátom is, és befolyásolt, hogy neki ez jobban tetszik, a másik az nem jó, de egyébként tetszik a színe, csak picit sötét, én egy kicsit világosabbra vágytam most, de nem baj, majd szerintem beszerzem azt a világosabbat is. Csak nem tudom, hogy mikor. 1500 forint körül van, azt hiszem, most ez a lip kit. És nem mondom, hogy drága, mert amúgy nem. Tehát, hogyha belegondolok, hogy kb. 700-700, ha úgy számoljuk, vagy nem tudom, ha úgy számoljuk, de hogy nagyjából megéri, de azt gondolom, hogy ha le lenne árazva, akkor szívesebben megvenném, csak mire oda jutok, hogy leárazás van, és oda megyek a pulthoz, ugye már mindenki van fosztva általában, úgyhogy még gondolkodom rajta, hogy ezt megvegyem, de nem tudom, egyébként ez is tetszik, úgyhogy nem az, hogy megbántam, csak kíváncsi lennék arra a világosabbra is. Aztán a következő, amit szeretnék nektek mutatni, egy AliExpress-es dolog, egy ilyen átlátszó tartó, amiben én sminköket raktam. Én nekem állandóan arra van szükségem, hogy ilyen tárolókat vegyek, mert nem tudom, hogy hogyan tároljam, és egyébként így is sokszor van rendetlenség a sminkeim között, sajnos. De egyébként ez jó kis tároló, nem túl nagy, tehát ne számítsatok ilyen nagy dologra. De a kisebb dolgokat leszünk, mert akkor egész sok pa, belefér. Ennek két fiókja van, de nem rossz dolog. És egyébként nagyon jól be volt csomagolva, tehát semmi sérülésen nem volt rajta. Úgyhogy végül is ajánlom. És ez volt a doboza. De szerintem ettől most már megszabadulok. Még Aliról rendeltem néhány telefonra való dolgot. Betöltöző üvegfóliám ősszel, és egy üvegfóliát vettem rá. Aztán vettem rá egy ilyen szilikon védőt, ilyen átlátszósat. Ilyen volt az első tokom, amit rendeltem erre a telefonomra, de eltüntettem valahova, és pedig nagyon szerettem, és jó is, mert ilyen tokról van szó, úgyhogy rendeltem belőle még egyet, és most ez van a telefonomon, ezt nagyon szeretem. Aztán rendeltem még egy tokot, egy márványmintásat, mert rendeltem már egy ilyen világos hátterű márványmintásat, ilyen szürke csíkokkal, de az nem annyira jó tok, ez egy fokkal jobbnak tűnik, bár még nem használtam. És szerintem szebb is ez. Aztán rendeltem ilyen futáshoz, meg sportoláshoz való telefontartót is. Csabinak is vettünk egyet. Így karra kell tudjátok felhelyezni. Egyébként egy nagyon büdös dologról van szó. Nem tudom, hogy hogy funkcionál. Még nem volt
használatban, sajnos, de tervezünk futni, meg futni járni Csabival, úgyhogy vettünk ilyet magunknak, és tök jó lesz, mert szerintem ez egy praktikus dolog. Ennyi volt az AliExpress, még rendeltem a Bullet Journalhoz dolgokat, de abból nem is minden érkezett meg azt majd csinálok egy Bullet Journalos videót március elején, vagy február végén, remélhetőleg felkerül. És abban meg fogom mutatni, hogy milyen dolgokat használok. Na és ennyit szerettem volna megmutatni, ami nem túl is ruha. És jöjjenek a túl is dolgok. Megmutatom a két kedvenc dolgomat először. Az egyik egy kabát. Gyönyörű, csinos, fekete szövetkabátot turiztam. És egy nadrággal együtt vettem, és úgy volt 1500 forint. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó vétel volt. Ilyen túrós túliba, tehát kilós túliba vettem, úgyhogy ezért volt ilyen olcsó. Egyetlen egy hibája van, hogy addig tudtam beledugni az ujjába a kezemet, vagy a... igen, mert itt a belseje az így elég rendesen szét volt menve az ujjának. Kivágtuk belőle, és itt az ujjánál összevartuk, tehát nem fog tovább szakadni remélhetőleg. De egyébként pedig nagyon csinos, és nagyon jól néz ki. Warehouse-os márkájú, tényleg nagyon csinos, majd felvéve is megmutatom a ruhákat. Ennek én nagyon örültem, mert szerettem volna egy fekete szövetkabátot, volt egy, de azt már nagyon nem szerettem, meg régi is, meg untam is, meg stb. És ez brutálisan jó vásár volt. Aztán a következő kedvencem egy másik szövetkabát. Szerintem egy nagyon-nagyon csinos nadrágról van szó, nekem nagyon tetszenek az ilyenek, és legalább tényleg nem formált hordok mindig, mert azt meg néha unom, és az meg a másik, hogy télre szerintem magával is viselhető, bár én mindig adok harisnyát, mert nagyon fázós vagyok, mert vastag anyaga van, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon örültem ennek. És fogalmam nincs, hogy milyen márka, vagyis én nem hallottam róla. Motel? Fogalmam nincs. Nem hallottam még róla, de szerintem jól néz ki és csinos. Még decemberben, karácsony előtt vásároltam Turiban, mert a karácsonyra készülődős, vagy karácsonyi hangulatos videóban csináltam egy manót, amihez kellettek anyagok, és akkor mentem el turizni, és akkor vettem 3 pulcsit magamnak. Egy ilyen szívecskéset, ami kicsit ilyen átlátszós. Ez alá kell venni valamit, ha nem akarunk túl szexin kinézni. Nagyon tetszik, nagyon aranyos. Cameo Rose, fogalmam nincs, hogy milyen márka. De nagyon örültem neki, 200 forint volt. 200 forint volt darabja a pulcsinak. És nagyon jó, nagyon tetszik. Azt hiszem pont abban a karácsonyi videómban volt rajtam ez a pulcsi. Ez is tipikusan téli, és ez is 200 forint volt, papajás, és szuper jó ez is. Nagyon szuper mintája van. Lehetett volna ilyen karácsonyi turis videót csinálni, de akkor ez a 3 dolog lett volna benne szerintem. Igen, más nem turiztam, mostanában nem nagyon turiztam. És vettem még egy pulcsit, mert pulcsiból sosem elég, és egyébként nekem nincs túl sok. Még most se. Ez atmoszféres, és nagyon jó, nagyon meleg, nagyon szeretem. Nagyon sokszor volt rajtam ma télen, úgyhogy én pulcsimániás vagyok. Nagyon, nagyon durván pulcsimániás vagyok. Szerintem az őszi vlogban is mondtam, hogy ugye előszedtem a pulcsiaimat, és ugye most még növeltem az állományt, de csak ezzel a 3 darabbal is, ez még nem túl sok. Na de mindegy. Pulcsiból sosem elég. Ezt mindenki jegyezze meg. Azt gondolom, hogy
rövid lett volna ez a videó, erről a páruhadarabról beszélek, de így meg lehet, hogy túl hosszú, de megpróbálom összevágni, hogy ne legyen maratoni hosszúságú, de azért nagyon remélem, hogy élveztétek, és tetszett nektek, és fogjátok lájkolni, és fel fogtok iratkozni a csatornámra, és sziasztok! Sziasztok!